A megszenteletlen földön, szellemváros, alagútból érkezem, omlás választ el a lánytól, kéri, menjek erre át. Ő nem látogatja a varjak falvát, a hídnál vár majd. Csodaszép éjszaka, de néptelen alkony, ez fogad, mire kiírek a vágadból. Vissza szeretnék menni, olyan jó volt vele. Sajnos nem lehet. Varjú egy megrongált póznán társaival együtt, de áram és fény sehol. Csak céltalanul bolyongó férfiak. Etetik a madarakat a járókelők, amíg látnak valamit. De hol vannak a nők? Sehol a fehér nép? Hallgatózom. Magányos tábortüzek váltják egymást. 37 perc, s minden ember a házában. Üres az utca. Ez valami főtér lehet. Papszava a levegőben. Valahonnan láthat engem. És folyton testvérnek szólít. Valamint egy vészjósló, arctalan női hang lengi be a levegőt. Mintha itt lenne a sarkamban, de sose jön ide. Ott van minden csatornában, s megmássza a legmagasabb házak tetejét is. Egy elhagyatott gyár mellett megyek el most. Kikiabál belőle a nő. A vér is megfagy ereimben hangjától. Ez az ő városa. A hang irányába nézek, oda kapom a fejem. Minden ablak üres és csukva. Fekete függönyök. Női kacaj mögülük, gúny kacaj ez. Jobb lesz, ha sietek. Forgószél fújja tova az újságpapírokat. Sárga épület rikít, ez a templom. Alig hogy kopogok, ajtót nyit egy férfi. Ő Grigori atya, és csak hamar hárman vagyunk itt. Lányaként mutatja be a hölgyet, kinek van egy nővére. Valamikor, régen, mikor még nem volt Grigori pap, megnősült, s két lánya született. Szomorú mese. A húg később az atya mellé állt, és azóta is segíti itt apját. Férjével ők gondozzák a templomot. Az idősebbik lányt az atya kitagadta, mert ő üldözött el innen sok lakost. Jelenleg egy morgós vénasszony. Itt könnyeivel küzd Isten szolgája, miközben úrvacsorát fogyasztunk. A férjezett lány nyugtatja apját, testvére visszatér majd hozzá. Talán. Reméli ezt Grigori. Ő tagadta ki, de hiányzik neki. Majd újra beszél vele, s nyugtatja az atyát férjezett lánya. Engem vár most a hasadék, a kripta. Van egy kijárata a fény felé. Elválok tőlük. Biztatásképpen még fáklyámmal díszkivilágítást gyújtok nekik templomuk tornyába. Az atya átkarolja lányát, imádkoznak, és a frissen gyúlt tüzet nézik. Országútra érek ki a kriptából, ami egy mélységi barlangban folytatódott. Napsütés, hajnal van. A barna lány hangját hallom. Azt üzeni nekem, mindjárt találkozunk. Ő jól van, de hosszú még az út hozzá. 17 kilométer. Ha gyors vagyok, akkor kevesebb.